Felvettek egyetemre, ez csodálatos, gratulálok! Viszont ilyenkor pár emberben elő szokott jönni ez az úgynevezett szociális szorongás, és ebben a videóban erről szeretnék beszélni. Én sosem szorongtam szociálisan olyan téren, hogy esetleg ne tudjak beszélni emberekkel, vagy hogy esetleg úgy érezzem, hogy nekem ez most nehezemre fog esni, Ettől függetlenül, ugyanúgy, ahogy bárki más, én is izgultam, amikor először elmentem a Gólyatáborba, én is izgultam, amikor először bementem az iskolába, és tényleg senkit nem ismertem, sőt, most ugye én is majd egy új iskolába megyek. Szóval ezeket a tippeket fogom én is majd használni saját magamnak azért, hogy ne uteljen el egy évem, hogy konkrétan itt senkivel nem beszéltem. Szóval van különbség a között, hogy valaki szociálisan szorong, vagy csak nehezen ismerkedik. Hogyha valaki szociálisan szorong, és tényleg nem képes arra, hogy másfelé megnyíljon, akkor nyilván ez a videó nem feltétlenül fog neki segíteni, mert az egy kicsit mélyebb probléma. Ettől függetlenül vannak olyan emberek, akiknek csak egy-két tipp kell ahhoz, hogy oké, okay, mégis hogyan nyissak más emberek felé, hogyan nyíljak meg, hogyan beszélgessek, mik legyenek azok a dolgok, amiket ilyenkor érdemes mondani, hogyan indítsak. És arra gyűjtöttem össze az én tippjeimet, hogy én miket csináltam annó, amikor én mentem egyetemre, mert szerintem ezek olyan dolgok, amiket. Relatíve egy, egy átlagember meg tud csinálni, és ezek nem nehéz dolgok. Szóval az első dolog, amit nagyon-nagyon sokan nem mernek megcsinálni, az az, hogy ők tegyék meg az első lépést. Na most, itt az első lépésnél én nem arra gondolok, hogy te keresd fel az illetőt a házánál, kopogjál be, és nem tudom, játszatok Romaja és Júliát, hanem szimplán arra gondolok, hogy például, ha bemész a terembe, és ott ül egyedül egy csajszi, akkor ne egyedül üljél le, hanem mondjuk kérdezd meg, hogy oda ülhetsz-e mellé. Vagy ugyanez, hogyha fiú. Tehát ne féljetek attól, hogy megtegyétek ti az első lépést, mert nincs abban semmi gáz, hogy odamentek mentek valakihez, és azt mondjátok, hogy szia, ne haragudj, ez a helyes szabad. Vagy elmész a büfébe, és meglátod, hogy á, ez az ember az, akivel közös órán volt. Akkor menjél oda hozzá, és ilyenkor megkérdezheted, hogy a láttam, te is ezen az órán voltál, mit gondoltál az óráról? Vagy mit gondolsz az első házi feladatról? Tehát valami olyan dolog... Ami, amivel így tudsz indítani, viszont nagyon sokan így nem merik megtenni ezt az első lépést, és itt kezdődik a probléma, hogy nem szabad elvárni azt, hogy mindig a másik tegye meg az első lépést. Persze nem kell futni senki után. Ettől függetlenül, főleg az első nap vagy az első héten, itt szerintem nincs abban semmi gáz, hogyha te így próbálsz fele valaki felé nyitni, mert a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy az adott illető azt mondja, hogy figyelj, ne ülj mellém, vagy figyelj, nem akarok veled beszélni. Oké, okay, köszönöm szépen, szia! Ennyi volt. Ebben nincs semmi gáz, valamelyik embernek szimpatikus, vagy valamelyiknek nem. És ez teljesen oké. Okay. Lehet, hogy neked nem lesz szimpatikus az az ember. De ha nem próbálod meg, akkor honnan fogod tudni? Sehonnan. Ezért érdemes mindig oda menni megpróbálni, és amikor valaki negatív visszajelzést ad neked, vagy amikor te nem érzed jól magadat, akkor tudod, hogy oké, okay, legközelebb, amikor bemész, akkor már nem fogsz melléülni, hanem akkor inkább leülsz egyedül. Viszont első körben én azt mondom, hogy érdemes az emberek felé nyitni, főleg, hogyha valaki mosolyg, hogyha valaki mondjuk visszaköszön neked, mert igen, ha bemegyek egy terembe és valaki nem köszön vissza, akkor nem fogok utána leülni mellé, hiszen ha arra nem képes, hogy köszönjön, akkor, akkor mit várok tőle? De ha valaki nyitott, ha valaki tényleg beszélgetni szeretne veled, akkor nincs abban semmi gáz, hogyha mész, és te teszed meg az első lépést. A második dolog, ahol nagyon sokan így nem tudom, láttam, hogy elvéreznek, az az, hogy ha például egy órán, csoportmunkában dolgoztok, akkor ott így próbálj meg aktív lenni. Tehát nem azt mondom, hogy csináld meg az egész feladatot, mert az egy megint egy másik sztori. Inkább az, hogy nagyon látszik, amikor például öten vannak egy csoportban, hogy ki az, aki mondjuk így tényleg így nyitottabb, és tök jó ötletei vannak, és ki az, aki igazából így végig csöndben ül, és azt várja, hogy legyen már vége az órának. De most, hogyha valaki csöndben ül, akkor azzal nem feltétlenül fognak annyit beszélni, mint hogyha mondjuk egy olyannal, aki esetleg aktív. És itt leszögezném, hogy az, hogy valaki aktív, az megint nem azt jelenti, hogy kiabáljál, és mondd hogy úristen, csak az én ötletem a legjobb, és hogy ezt kell csinálni, hanem ha mondjuk valaki megkérdezi, hogy van-e valakinek ötlete, akkor és van egy jó ötleted, akkor azt mondd, és beszélgessél az emberekkel. Tehát nagyon sokáig csináltam én is azt, hogy oké, okay, inkább így hátradőltem, és akkor csöbbbe maradtam, addig a pontig, amíg valaki konkrétan tőlem nem kérdez meg, hogy egyébként amit gondolsz. És akkor utána jöttem rá, hogy egyébként, amikor meg másik csoportban például sokkal nyitottabb voltam, akkor az úgy nekem is jobban esett, hogy nem úgy ültem egész órán, hogy e, yeah, uh, mikor lesz már vége? És nekik is jobb volt az, hogy igazából plusz egy ember ötletet, plusz egy ember segítet. És volt olyan, amikor például óra után valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy hallod, ez az ötlet, ez tökre tetszett. Vagy én mentem oda, hogy hallod, amúgy én is erre gondoltam, ez tök jó. És így lettünk jóba. Ha aktív vagy csoportmunka közben, akkor sokkal valószínűbb az, hogy más emberek is nyitnak feléd, és akkor nem kell megtenned az első lépést, ha mondjuk nem mered, de ettől függetlenül egy tök jó beszélgetésben tudsz részt venni. A harmadik az a kedvencem, amikor például van egy óra, és beszélgettek, és mondjuk nem tudom, neked van egy kedvenc hobbid, és valaki másnak ugyanaz a hobbia. Én ezt az alkalmat szoktam megragadni arra, hogy azonnal azt mondom, hogy oké, okay, ugyanaz a hobbing, akkor ismerkedjünk. Ez nem úgy néz ki, hogy óra után egyből letámadom az illetőt, és azt mondom neki, hogy Úristen, te is szeretsz horgászni, én is holnap megyünk horgászni együtt, hanem például volt olyan, hogy, mit tudom én, valaki például volt Amerikában. Pont akkor, amikor én, és óra után oda mentem hozzá, és akkor mondtam neki, hogy amúgy ez tök érdekes, hogy te is ott voltál Amerikában akkor, amikor én, mi volt a kedvenc helyed? És elkezdtünk beszélgetni. És ez annyira jó, mert hogyha van egy közös kiinduló pontotok, akkor az már egy nagyon-nagyon nagy dolog. És itt most a közös kiinduló pontra nem feltétlenül arra gondolok, hogy jaj, ő is gazdaságot tanul, meg én is, mert nyilván mindenki a csoportból gazdaságot tanul, azért nem fogsz mindenkivel jóba lenni. Ezek inkább olyan személyes hobbik, amiken így úgy tudtok kötődni a másikhoz, hogy igazából így ő neked speciális lesz olyan téren, hogy inkább azzal kötődsz, aki gazdaságot tanul és szeret horgászni, mint mondjuk azzal, aki gazdaságot tanul és mondjuk nem tudom, az idejében futni szeret, amit mondjuk te egyáltalán nem szeretsz. Tehát ilyenkor érdemes ezért olyanokra figyelni, hogy mondjuk kivel van így több közös bennetek, hogyha mondjuk te relatíve egy ilyen visszahúzódó lány vagy, akkor valószínűleg nem a csoport leghangosabb lányával fogsz jóba lenni, hanem látni fogod egyből azt, hiszen ismered magadat, hogy, ki, hogy melyik az az ember, akinek ugyanazok a jellemzői vannak. Tehát aki kicsit szerényebb, kicsit halkabb, kicsit visszahúzódottabb, nem kiabál, nem hangoskodik, nem röhögcsél mindenkivel. Viszont, hogyha te az a típus vagy, aki bemész és azt mondod, hogy na, akkor mindenki rám figyeljen, akkor te meg nyilván azzal a lányjal fogsz beszélgetni, aki hasonló, mint te. És ilyenkor is lehet úgymond figyelni, hogy kik azok, akikkel te úgy ránézésre azt mondod, hogy oké, okay, bennünk valószínűleg van közös. Ha már akár a személyiségünk közös, már az jó. Mert nyilván én is szeretek olyan lányal lenni, aki mondjuk visszahúzódó, hogyha én sokat beszélek, viszont ha visszahúzódó vagyok, akkor nem fogok egy olyan lányal együtt barátkozni, aki egyébként 0-24-be beszél. Tehát ezen kívül, ugye amiket még mondtam, hogy ilyen hobbikra lehet, ugye általában, főleg alapképzésen, ugye úgy indultok, hogy ki vagy, miért jöttél ide, mik a terveid, stb. stb. Mesélj kicsit magadról. Tehát ilyenkor azért nem azt mondom, hogy jegyzetelni kell mindenkiről, hogy oké, okay, neki ez a hobbija, neki ez, de hogy azért, ha mondjuk neked van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos hobbid, és valaki ugyanezt mondja, akkor azért az csak megmarad benned. És ez a legegyszerűbb egyébként, amikor így a közös dolgokon keresztül öm, ismerkedtek, hiszen ha belegondolsz, egy Társkeresőn is ugyaní ugyanígy ismerkedsz, a barátoddal is ugyan ugyanez van. Valamilyen szinten, valamilyen közösnek kell, hogy legyen bennetek, különben miért jössz össze valakivel, különben mi miről beszélgettek. A harmadik tippem, ami ugye az, hogy ha valakivel van bennetek valami közös, akkor én mindenképp azt ajánlom, hogy ezt az első lépést ezt tegyétek meg. A negyedik tippem az az, hogy adjatok neki egy kis időt. Tehát nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ah, elmegyek golyatáborba, és akkor majd nem tudom, megtalálom életem szerelmét, meg igazából ö, meg fogom találni az új legjobb barátnőm, de ez nem igaz. Tehát az nagyon jó, ha valaki a golyatáborban ismerkedik, ha valaki a golyatáborban megtalálja a saját társaságát, ez nagyon jó. Ettől függetlenül ne aggódj akkor, hogyha mondjuk golyatáborban te nem találod meg a barátaidat, mert egy, nem mindenki megy golyatáborba, kettő, azért teljesen más közeg a golyatábor és maga az iskola. A golyatábor az azért van, hogy szórakozz, hogy elenged magadat. Iskolában meg azért mész, hogy tanulj. Tehát lehet, hogy valaki a golyatáborban nagyon menő, és amikor bekerül a suliba, akkor meg így ül, hogy ja, hát amúgy izé-bizé, és lehet, hogy valaki meg ez ellentetje. A golyatáborban szorong, mert nem érzi jól magát, az iskolában viszont ha baba be a szája. Tehát ez is nagyon fontos, hogy mindenképp adj neki időt. Lehet, hogy valakivel összeraknak csoportmunkára, és akkor jössz rá, hogy amúgy ez az ember kedves. De lehet, hogy ez a csoportmunka a harmadik hónapban jön be, vagy a negyedikbe. Tehát nem kell erőltetni, hogy uff, most akkor én gólyatáborban megismertem ezt az embert, akkor én, én veled leszek végig a négy éven keresztül, vagy három éven keresztül. Mindenki váljóba kell lenni, ha valaki szimpatikus, akkor vele meg lehet próbálni, de hagyd, hogy az idő had alakítsa ki ezt saját magának. És az ötödik, ez, ez megint nagyon-nagyon fontos, ez az, hogy te, mint személy, legyél nyitott. Tehát amikor oda megyek valakihez, és megkérdezem, hogy egyébként mi újság, és valaki azt mondja, hogy semmi, akkor azzal így nem tudok mit kezdeni. Tehát van olyan, amikor ilyen small talkot kell valakivel óra előtt indítani, volt olyan, amikor bementünk, és még fél óra volt a kezdésig, mert a hév így jött, a vonat így jött, a buszkéset, teljesen oké. Okay. Fél óra van, és ketten ültök a terembe. Biztos, hogy valamelyikőtök meg fogja kérdezni, hogy mi újság, ha csak nem vizsgára készültök. És ilyenkor, amikor valaki azt mondja, hogy semmi veled, akkor így meghal a beszélgetés. Tehát ilyenkor, akkor is, ha olyan ember kérdezi meg, akit egyébként nem bírsz, valamilyen normális választ, ha ilyenkor ad az ember, az olyan sokat tud segíteni azon, hogy a másik se érze magát rosszul, illetve tese. Mert most gondolj vele, hogy ha te vagy az, aki kicsit nyitottabb, és megkérdezed valakitől, hogy mi újság, és azt mondják, hogy semmi. Még akkor is, ha semmi nem történt az életedben, mondd azt, hogy nagyon várom ezt az órát. Vagy egyáltalán nem várom ezt az órát. Tehát valami olyan dolog, ha semmi közös nincs bennetek, akkor is az, hogy ugyanazon az órán fogtok részt venni, az egy közös dolog. És már azt a 30 percet nem úgy töltöd el, hogy ülsz és szorongsz, hogy Úristen, de kínos ez a csend, miért nem beszél se ő, se én, mikor jönnek már a többiek, hanem úgy, hogy hallod, de hogy nem is tudtam, hogy ez a fiú se szereti ezt a tárgyat, vagy nem is tudtam, hogy ennek a fiúnak ő a kedvenc tanára. Tehát, és hogyha meg te vagy az, aki esetleg azt a választ adott, hogy semmi veled, akkor meg akkor meg kellemetlen lesz, hogy valaki megkérdezi tőled, hogy mi újság, valaki nyitna feléd. Még ha nem is akarsz beszélgetni, akkor is mondod, hogy figyelj, ne haragudj, dolgozom, vagy figyelj, ne haragudj, ezt még el akarom olvasni órádat. És akkor veszik alapot, érted? De az, hogy semmi veled, ez ilyen, tudom, hogy kényszerből kérdezel vissza, mert azt mondod, hogy semmi veled, ergo nem akarsz beszélgetni. Akkor legalább mondd azt, hogy nem akarsz beszélgetni, és akkor elejtjük ezt az egész témát. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót. Remélem, hogy hasznos volt azoknak, akik esetleg kicsit így problémásak ezzel a szorongással, vagy akik kicsit szeretnének nyitni most így, hogy egy új közegbe mennek, és nem tudják, hogy esetleg hogyan kezdjenek el beszélgetni, mikor érdemes beszélgetni, ki az, akire figyelni kell. Úgyhogy ne féljetek, mindenkinek biztos, hogy lesznek barátai, mindenkinek meg lesz a maga társasága, ettől nem kell félni, nem fogtok négy éven vagy három éven keresztül egyedül ülni az iskolapadban. Ha bármi kérdésetek van, tudjátok, hogy hol találtok, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!